egy hónappal a forgatás előtt elkezdtem rettenetesen betújni, mert hogy mi van, hogyha bármi történik velem is. Tehát akkor már nagyon-nagyon akartam, és nagyon-nagyon vágytam, és nagyon féltem, hogy mi lesz, hogyha egyszer csak nem lesz pénz, egyszer csak nem tudom, elüt az autó, vagy bármi történik, és annyira féltem, hogy nem lesz. Most még két nap van hátra, most már úgy sanszos, hogy lesz belőle valami. Szívem szerint én csináltam volna, de a Dénes rapaszkodott, mint írója, hogy ezt ő szeretné rendezni. Ezt tudomásul vettem. Én azt hiszem, unikum a piacon, tehát ilyen típusú vígjátékot én most nem is tudnám megmondani, mikor láttam magyarban. Gyerekkorom óta rendező akarok lenni, forgatókönyvírózatra vettek föl. De hát nekem kezdettől fogva az volt, hogy ha már azokat a történeteket, amik az én agyamban vannak, azokat szerintem én tudom a legszemélyesebben elmesélni, és ezért legyek rendező. Akkor na, hogy ezt is én fogom megcsinálni. Majdnem minden filmben van egy házasság, egy gyilkosság, egy ilyen gyerekbejelentés, meg egy csomó, tehát amiket már nagyon sokszor látunk, vagy egy megcsalás. Ugye ezekből érdemes kitalálni valami olyat, ami csak ebben a filmben van, és úgy, ahogy csak mi gondoljuk. Elkezdtünk próbálni, és akkor belenéztem a Kátya szemébe, és elkezdtem utazni a francba. Tehát, hogy annyi minden volt a szemébe, hogy úgy elkezdett vinni, hogy én tényleg nem tudtam pontosan, hogy hol vagyok. De azt mondom, hogy nem is volt még nekem ilyen. Semmit nem kellett csinálni az ég egyet a világon, és nem is nagyon maradtak emlékeim erről az időszakról, amíg éppen ez a jelenet tartott. Mit akartál mondani? Mert hogy csak az volt, hogy visz, és hogy jön valami nagyon erős történet jön a Kátyának a szeméből. Igen. Az, amire... Négy hetes. Pasi film. Pasiknak a nagy álmáról szól, hogy minden nővel kipróbálni csomó mindent. Ez egy olyan sztori, amit így most gondolatban végig lehet játszani, az életben meg nem. És van rá most egy alkalom, egy lehetőség. Tudtam, hogy ki lesz Lila, tudtam, hogy Kátya lesz. Tulajdonképpen ez már ráíródott, mert akkor már mi megcsináltuk a mellettedet, és nekem annyira felfedezés volt ő. A szereplő választásba próbáltam terelgetni Dénes, de nagyon jó nyomom volt. Szerintem produceri szempontból is rendkívül izgalmas szereplőket választott. Csányi Sándor, Tompos Kátya neve az most szerintem fogalom, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok nézőt fog vonzani a moziba. Egyszer csak felhívott, és mondta, hogy van egy film, és elmesélte a történetet. Én ezt nagyon szeretem, amikor kicsit a hótreáltóra elmegyünk, és van egy nagyon jó humora, nagyon jó levegője az egésznek, és amikor ezt elmondtuk, én tudtam, hogy ezt mindenképpen meg akarom csinálni. Minden olyan lett, ahogy terveztem. Aha. És ti mióta is vagytok együtt? Több mint egy hónapja. Ja, nem. 3 hete, 2 napja és 14 órája. Addig, ami nagyon komolyan. Mi akár szavak nélkül is. Ez tényleg fantasztikus, mert mi Lillával, én még szavakkal se. Úgy örülök, hogy végre összejöttetek. Nem működik a dolog. Egyébként eddig még nem is voltunk együtt. Miért nem? De most nem az a lényeg. Az egész sokkal... Nem tudok rá jobb szót, misztikusabb. Ha legalább dugtunk volna. Végtelen irigye az én figurám, az ő pasiára és az egész életére. Az a fajta barátnő, aki igazából jobban szereti a barátnője vele jár bulizni és szomorú, mint azt, hogy tök jól el van egy tök jó faszival, és így jól érzik magukat együtt. Vannak ezek a nők, akik azért fikáznak mindenkit, mert tulajdonképpen nekik nagyon rossz. Lehet-e az, hogy az ember örökké egy nővel éljen? 3 évvel ezelőtt még nagyon felfoghatatlan volt ez számomra. Ma már nem, és nagyon optimista vagyok, vagy legalábbis még lehet, hogy nem is optimista, hanem naív. Ez a pszichológus nőnek az irodája, akit játszom, de én is ebben a percben léptem be ide először, úgyhogy most azonosulok ezzel a babakék kanapéval. Nézze, András, amikor először jött hozzám, úgy éreztem, nincs semmi baja. Eltelt egy év, és ugyanezt gondolom. Ezt hogy érti? Mások konkrét problémákkal fordulnak hozzám. De maga... Magának vagy nincs lelki problémája, vagy nem tud róla. Nagyon nagy kérdés volt sokáig bennem, hogy milyen legyen ez a férfi. Azt gondoltam, hogy semmiképpen nem lehet jóképű az elején például. Ez egészen jó. Dini nagyon figyelt ezekre, hogy tényleg kösz, Dini, hogy a 40 fokba ing, mellény, nyakkendő, tweedzakó. De nem is fáztam egyszer se. Most üzenem neked, Dénes, hogy nagy kabát, sál, ott tényleg 40 foknál egy fokkal se volt több. De ugye ez nagyon jót tett a karakternek, hogy egy ilyen kis puha, felöltöző, zárkózott, és beszéltünk erről, hogy legyen a szemüveges, de az meg egy akkora közhely, tehát hogy
az írót ábrázoljuk szemüveggel, tehát hogy ezeket azért kerüljük el, hogyha lehet. Ez a figura, ez egy nagyon magának való, és kis lúzer, önboncolgató, és kérdéseket feltevő értelmiségi. Ugyanakkor szerettem volna, hogyha ez úgy fogalmazódik meg, hogy van egy sármos Pali, aki ezeket a kérdéseket felteszi, de hihető tőle, és teljesen átélhető, hogy ő ennyire bezárkózott és kistílű. Kornél, ezt elhiszed? Most miért van más munkád? Most fésztük be az előző borzalmat. Ez családsorozat, nyugi már, és tök jól fizetnek. Mennyit? 3 kilót. És egy hónapban csak 2-t kéne írnod. Jó, a fősori nem épp erről álmodtunk, de most ez van. Na jó, majd végig gondolom. Jaj. Mert hogy újság van. Sok barátomnak van már gyereke, én is átéltem, és tudom, hogy tényleg határtalan boldogság, és nagyon jó, de egyáltalán nem mentes félelemtől. Valami végleges dolog fog történni, soha semmi végleges nem történt az életemben, ezen az egyen kívül. És ez egész egyszerűen azt gondolom, hogy egy normális férfi embert határtalan rettegéssel tölt el, és valljuk be, futásra készített, de... Ahó! Találkoztam Kornéllal. Felajánlott egy újabb sorozatot, aztán megkérdezte, hogy mikor fogunk összeházasodni. És te mit válaszoltál? Nem láttad a piros szoknyámat? Hogy menjek inkább a farmerba? Bocsánat, te ki vagy? Mi ismerjük egymást? Ne fárasszál már! Hogy jutott ebbe a lakásba? Lilla engedett be? A barátnője vagy? Közben nekem elkés. A próbákon Dénes igyekezett belőni a jeleneteknek a ritmusát. Tehát abban mi? Ott már elmondta, hogy mi a gyorsabb, mi a rövidebb. Szóval nem tetszik. Hol lépjen rá az ember egyből, ne várjon. A felvételkor, amikor ezeket elfelejtjük, akkor korrigál. Vagy ha ő maga rájön, hogy mégsem működik így, akkor szól. Szokott nyugtatgatni, hogy minden rendben van. Meg Sanyi is szokott nyugtatgatni. Minden rendben van. Nem értem, hogy hogy jutott be. Nem értem, hogy festett át a lakást, és nem tudom, hogy hova lett Lilla. Már az is eszembe jutott, hogy... De erre nem is merek gondolni. Jaj, András, a frászt hoztad rám, azt hittem, ha valami baj van. Hogy ne lenne baj, amikor egy vadidegen a nőmnek adja ki magát? Hát azért annyira nem idegen. Te ismered? Persze. Kicsoda? Hülyeskedsz. Nem, komolyan. Ne szivatsz. Hogy hívják? Lilla. Az érdekelt ebbe a dologba, hogy András milyen utat jár be, honnan indul el, és hová érkezik, milyen fázisok azok, amiket érdemes megmutatni, amiken valóban keresztül menne egy ember, ha ez megtörténne vele. Óriási ajándék lenne minden férfinek, és minden férfi vágyát mutatja be, mi lenne az, hogy az ember megkaphatja azokat a nőket, akik ráhitozik, mégpedig nagyon könnyen, hiszen az ágyában ébrednek föl. Amellett, hogy milyen elképesztően pozitív dolgokat hordozhatna ez, azon az örömön túl, hogy az ember szeret gyönyörű nőkkel nem csak együtt ébredni, hanem együtt is lefeküdni, hogy milyen szörnyű lehet egy idő után ez a kiszámíthatatlanság. Jóba lettünk, de mi soha nem találkoztunk előtte, meg soha nem dolgoztunk előtte. Nagyon furcsa, mert gyakorlatilag csak szurkáljuk egymást így a szünetekben, és utána megjön a nagy drámázás, meg a... Ezért jól el vagyunk. Ez a Dénesnek a írói találmánya, hogy nagyon erős karaktereket talált ki minden lányhoz, és akkor én inkább ez az őszi hangulatú lány vagyok. Na, úristen! De én ezt szeretném, ha elmondanál egy viccetet. Nagyon rosszul mesélek viccet, úgyhogy én most nem csapnék ebbe bele. A legbociszeműbb leányzó a csapatban, azt hiszem, az Eszter. Ezt elmondhatjuk. Arról beszéltünk éppen, hogy... Igen, talán leteheneztek. Igen, tudom. Bociszemű. Megszoktam, de teljesen mindegy. Ne birizgálj. Már nem? A hasamat a lábaddal ne birizgálj. Egy kicsit rútosom. De hát már úgyis elmondtam, hogy mennyire utálom ezt a filmet, hogy... Hát... Jó, Dénes, figyelj, én elmondom itt előtted. Jó. Tehát az van, hogy a Dénes az megütött. Egyszer. De azért ütött meg, mert a Csányi az iszonyatosan rossz ezekben a jelenetekben, tehát ez a szokásos romantikus hős, és az, hogy nem sírt eléggé a Sanyi a jelenetben, és akkor a Dénes, mert hogy hát nekik speciális kapcsolatuk van a Sanyival, de most nem menjünk bele, tehát hogy engem, tehát hogy... rajtam kérte számon, és azt mondta, hogy az én jelenlétem nem elég erős, és ezért akkora sallert kevert le, hogy én állapotba kerüljek. A Csányi ettől függetlenül nem tudott sírni. De most mit csináljak? Vágjam fel az ereimet? Mondja meg a lányoknak, hogy nem igaziak? Lehet, hogy tényleg megőrültem, de az a helyzet, hogy nem tudok változtatni rajta. Jól értem, hogy tegnap eszelőset szeretkeztél egy szexbombával, akit 2 napja ismertél meg? Lényegében igen. És anélkül csalhatod meg a ki tudja hol levő Lilládat, hogy lelkifordulást kéne érezned. Sőt, teljesen megengedett a félrekúrás. Pontosan. Hát,
hogyha az ember leköti magát egy emberhez, akkor mi lesz az a rengeteg szerencsétlen csajjal, aki nem kaphat meg? Tehát, hogy ki, ezt a Casanova mondta, hogy a Don Juan, hogy nem értitek meg, hogyha én hűséges vagyok egy nőhöz, akkor hűtlennek kell lennem az összes többihez? Hát vannak ilyen emberek, de hát ez szörnyű. Szóval, hogy ott van ez a vágy, hogy mi lenne, hogyha teljesen legálisan, ugye egy kapcsolat keretein belül folyamatosan jönnek úgy, hogy szóval ez tök jó gondolat, ezzel tök jó eljátszani, vagy én ezeket nagyon szeretem. Amikor valakinek elindul az agya, és hirtelen rajzol egy olyan világot, amire vágytál, de ez nagyon pontosan ő megrajzolja meg, oda rajzolja a kisházakat, kis embereket hozzá, elkezdi mozgatni, és tök jó ott lenni. Csatlakozik ahhoz a sorhoz, amilyen filmeket mi eddig a Sky filmbe produkáltunk. Biztos, hogy én más filmet csináltam volna, de azt gondolom, hogy ez olyan film, amilyen a Dénes, és nagyon-nagyon stílusban van tartva. Abszolút nem látszik rajta az első filmesség, hogyha ezt így lehet mondani. Szóval, vannak ezek a lányok. Csendet kérek. Folytathatnám az önsajnálkozást, de én mégis úgy döntöttem, hogy... Figyelem! Önző leszek. Felvétel lesz. És kiélvezem a lehetőséget. És tessék! Megvan a szabály. A változásra? Uh-huh. Szex. Mindegyik lány azután tűnt el. Vagyis ha megúsz valakit, csak megdugod, és reggel új nő ébred helyette. Ja. Tiszta szívás. Miért? Mi van, ha valakit megkedvelek? Akkor nem szexelhetek, mert másnap eltűnik. Ez tényleg szíves. Hát, nehéz az élet. Na, senkinek sem könnyű. Azt hiszem, hogy minden pasasnak tragédiája, ezt a tragédiát természetesen azért nem kell ilyen durván érteni, hogy bizony nem monogámiára termett. Ezért is a poligami cím, ami egy kicsit arra utal, hogy ez a párkapcsolatiság milyen társasjáték-szerűen alakul a mi generációnkban. Legalább lefeküdtünk volna. Megint ugyanaz a szitu. Megvajoztam a tepsit, de nem sütöttem benne. Ha így viselkedett, akkor nem való hozzád. Csak tudod, momentán az a helyzet, hogy ő az életem szerelme. Hiába akarok haragudni rá, hogyha imádom. Ki visszafogadna? Vissza. Bocs. Visszajönne. Elrontotta a szöveget a Sanyi. A Béla viszont életlen volt. Sokkal nagyobb vagy egy filmszínésznek. Nem vagyok filmszínész. Ő az, én nem. Az ember, hogyha olvas ezt a szöveget, vagy nézők majd, amit látnak a tévében, moziban, akkor az ő szemszögéből nézi, András szemszögéből nézik. És először én is így olvastam, amikor olvastam, hogy milyen lehet ez az egész. És abból a szemszögből teljesen érthető volt. Aztán elkezdtem a Kornél szemszögéből, a saját szemszögömből nézni, és nagyon megzavarodtam, nem értettem. Tehát napok teltek el, úgy gondolkodtunk, aztán persze elmentem a Dénessel, és megbeszéltük, hogy van ez az egész, mert igazából úgy tűnik, és a nézők is úgy fogják venni, mintha én folyamatosan ott lennék András mellett, aki hallgat rá, akinek tud tanácsot adni, tehát olyan, mint egy igazi barát, aki mellette van, és felfogom és elismerem, elfogadom az ő problémáját, megértem és megpróbáljuk együtt megoldani. És egyébként a Szabó István mondta, hogy ő meg a Bergmantól tanulta, hogy egész egyszerűen átmennek az energiák az érintéstől. Tehát egy csomó minden van, amit meg lehet beszélni, de csomó minden van, amit nem lehet megbeszélni egy forgatáson. Sokkal egyszerűbb megfogni valakinek a kezét, vagy megölelni, és akkor már létrejön valamiféle olyan hullámhoz, ami érződik a vásznon. Neked jó volt? Uh-huh. Neked? Nekem is. Jó éjszakát. Neked is. Egy olyan filmben játszol, ahol gyakorlatilag most ilyen nagyon csúnya szóval élve egy vagy a sok közül, hiszen nagyon sok nő van benne, nagyon sok nagyon jó színésznő, és mitől vagy te az, akihez vissza akar vágyni az a pasas? És hát igen, szóval, hogy erre még rágörcsölni se szabad. Ha az ember rágörcsöl, akkor még rosszabb lesz. Na, a Soroksári úton vagyunk a műteremben. Bemegyünk a leendő bejárati ajtón. András és a különböző lillák lakása. Most éppen festés előtt van a díszlet. És tulajdonképpen ebből még a nyilászárók, a falszínek hiányoznak. Nagy hajrában vagyunk, hogy kezdésre minden oké legyen. Ma már fog kapni egy alapszint, és utána megkapja a lilla, az első lilla lakásának falszínét.
utána még jön a berendezés, világítás, úgyhogy még sok minden történik az elkövetkező 2-3 napban. A lakás, a műterem lakás tulajdonképpen fából készül, falemezből, itt-ott fémszerkezettel. Bizonyos falak egész egyszerűen elguríthatóak. Ezzel a kamera munkáját fogjuk megsegíteni, nem leszünk nagyon szűk helyekre bekényszerítve, hanem eltoljuk egyszerűen a falat, és be tud jönni a kamera egész közel a díszlethez. Ezt egy igazi lakásban nagyon nehéz lenne megcsinálni, ha csak nincs egy ajtó vagy falbontási lehetőség, tulajdonképpen nem lehetne ilyen képeket felvenni, amit itt a díszletben lehet. Most éppen a háttérponyván előtt állok, ami majd a leendő lakásnak lesz az út, tulajdonképpen az utca kilátása, ez a szemközti ház falát fogja megcsinálni nekünk. Megyünk be az asztalos műhelybe, itt készülnek a nyílászárók és a különböző falkatrészek. Ez már a miénk. Ez lesz az András állószoba ajtaja. A lakásnak nem csak azért van fontos szerepe, mert ott játszódik nagyon sok jelenet, hanem mert átalakul, mert más falszínek lesznek, mert más a berendezés. Iszonyatosan fontos kritérium volt, hogy ez könnyen mozgatható legyen. Már az elején az volt, hogy hát az lenne a legideálisabb, hogy a díszletben forgathatnánk. Itt a lakás egy szereplője is a filmnek, pont az átalakulásai, a változásai révén, ezért aztán nagyon hálás vagyok, mert elképesztően ideális körülmények közt forgathattunk. 11-22... És... Van ebben a lányban egy pici agresszió, egy pici ilyen pszichopata dolog. Ez a birtoklási vágy, és közben megvan ez a teljesen csendes, nyugodt, egyel drágám sütit. Boldog 6. évfordulót. Hú, köszönöm. Neked is. Kösz. Na, ne, előbb az enyémet. Ne haragudj, bent hagytam a stúdióban. Legalább mondd meg, hogy mi az. Lilla, ez egy meglepetés. Az a lényeg, hogy nem tudja előre az ember. Én ezt értem, de nem osztod haza, nem? Akkor legalább áruld már, hogy mi az. Holnap megtudod. Az, amire gondolok? Hm? Az, amire gondolok? Az? Na, az? Az. Tudtam. Tudtam, hogy megveszed. De melyiket? Csak a nevünk azonos. Egyébként én egy teljesen új és egészen más Lilla vagyok, akiben vannak olyan tulajdonságok, amiket az András fellel, és amit ő szeret, és ami a saját Lillájában, idézőjelbe téve, akit a Kátya alakít, benne nincs meg. És nekem ezeket a tulajdonságokat kell felnagyítanom. Szia. Szia. András vagyok. Jól táncolsz? Nem. Gyerek, különben innom kell vele. Balettoztam, de néptáncoltam leginkább nagyon sokáig. Mi tudunk egy koreográfiát a Sanyival, amiben raktunk bele egy-két olyan elemet, ami majd úgy foghatni, hogy talán spontán jön, de nem. Például te kellenél, ha volnál, jobb volna minden jónál, ha egy este belém utolnál. Kicsit a Manhattan arra jelenetére, hogy az ez, amikor a Diane Keaton és a Woody Allen egymásba szeretnek, és annak kicsit egy ilyen omást szerettünk volna, mert nem ilyen nagyon egyértelműen, de azért némileg, hogy emlékeztessen arra, egy olyan képet akartunk csinálni, amikor ott a hídnál ülnek. 4 éves voltam, amikor megszületett Dalma. Az egész család körül rajongta, én meg azt akartam, hogy én legyek a központ. Minden megtettem, de semmi. Aztán megláttam az asztalon egy csomó fémpénzt. Dögonalmas, én ezt nem akarom elmesélni. Nagyon tetszett a forgatókönyv, úgyhogy én ősszel már itthon voltam egy ilyen meghallgatásszerűségen, akkor már a Csányi Sanyi is ott volt velem, majd tavasszal egy második fordulón szintén részt kellett vennem, úgyhogy megnyertem magamnak végül is ezt a szerepet. Tudom, hogy hülyén hangzik, de ti Lillák többen vagytok. Hát ezt eddig is tudtam. Te sem az egyetlen András vagy a Földön. Úgy értem, hogy több van belőled.
Mi van ez már az? Nagyon-nagyon erős élményem van erről, de az, amit én akkor éreztem, az tulajdonképpen teljesen hasznavehetetlen volt ehhez a jelenethez. Tehát valami nyilván, valami emocionális, valami kellett, de én tudom, hogy én ott sírtam, zokogtam, taknyomnyálam egybe volt, minden bajom volt. Ezt egy ekkora közelébe egész egyszerűen nem lehet megcsinálni. Ráadásul ugye a gyereket úgy volt, hogy felvettük a gyereke a kisbabát közelébe, aztán utána gyorsan visszaadtuk az anyukájának, és ők el is mentek, hogy ne kelljen a pici babával ott lenni egész nap, hogy ne szenvedjen szegény. Ezért nagyon gyorsan megcsináltuk, és ő el tudott menni. És én néztem a gyereket rettenetesen érzelmesen, ami tulajdonképpen egy ilyen tép volt, egy ragasztó szalag volt a kamera szélén, és akkor arra kellett nézni, és akkor így mondta Dina, elkezdett Instagram Dina, hogy most megváltozik, most nem érted, most idegenkedsz tőle a ragasztó szalagtól, mondjuk az úgy ment, aztán megszereted, rájössz, hogy milyen helyes a ragasztó szalag, az kicsit nehezebben ment, és akkor eljönt egy végtelen szeretet a ragasztó szalag iránt. És el is tettem egyébként szegény szalagot, hogy rég voltam ennyire jobb a szalaggal. Ezek a nők nagyon szeretettel vannak ábrázolva, aminek nagyon örülök, mert én is megdöbbentem a végeredményt látva. Hogy az a szeretet, amit egyébként én éreztem a figurák iránt, meg egyébként a színészek iránt is, az így átjön. És végre egy film, ahol ennyi színésznőnek van lehetősége, szóval komolyan Dénes köz. De tényleg, állandóan pasikról forgatunk filmet, pasiknak, és akkor van egy ilyen magyar film, hogy Ali van benn pasi, és rengeteg nevezt csipem. Maga a könyv az annyira jól meg volt írva és ki volt találva, hogy tulajdonképpen a film eléggé könnyen összeállt. Most az a feladatunk, hogy megtaláljuk azt a nagyon jó ritmusát, amitől ez fog működni. Sok szív van benne, sok gondolat van benne, meg nagyon-nagyon sok belefetszült munkaóra. Én ezekbe hiszek, és azt gondolom, hogy ez működni fog. Ugye Herendi Gáborral beszélgettünk, hogy ilyen promó, hogy legyen, mit kéne csinálni, hogy minél több emberhez eljusson. És azt figyelj, annyira egyszerű, hogyha jó a film, akkor az működni fog. És akkor egyszer csak elterjed, és eljut az emberekhez, és el fognak jönni a moziban.